Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Champions of Midgard 2015-ből. Trondheimnak új bajnokra van szüksége, klánunkat vezetve a legtöbb győzelmi pontot akarjuk összegyűjteni ebben a 8-körös játékban. A pontokhoz trollok, draugrök és hatalmas szörnyek fejét kell vennünk, ahhoz pedig viking harcosokra lesz szükségünk. A viking harcosokat a tábláról munkás lehelyezéssel fogjuk begyűjteni, hogy aztán a kör végén bízzunk benne, hogy helytállnak majd a csatában. Kartforgató, lándzsás és fejszés harcosainkat három különböző színű kocka jelképezi. Ezeket a kockákat gyűjtjük, a harc során pedig velük dobunk, és szurkolunk a minél több fegyverikonnak. A kocka módosításra bár van lehetőségünk támogatási jelzők felhasználásával, de a szerencsefaktor még így is túlságosan nagy a játékidőhöz és a többi játékmechanizmushoz képest. Ráadásul a kockáink többségét el fogjuk veszíteni. A 90-120 perces játék 8 köre így nem egy folyamatos fejlődésről szól, gyakorlatilag minden körben ugyanazt fogjuk csinálni. Újszerű mechanizmussal nem találkozunk, de a tematika, a harcosok jelenléte, a trollal való hadakozás fontossága és a szégyenjelzők elkerülése jól áll a játéknak, a szörnyek és akcióhelyek értékei pedig szinte tökéletesen kiegyensúlyozottak, így aki bírja a kockák okozta gyűrűdést, remek élményben lesz része. Különösen, ha a tematika iránt is elkötelezett. A BGG 101. helyezettjét ugyanis egyértelműen a legjobb vikinges témájú játékok közé sorolom. Értékelésem, átlagos, de szerethető játék.